Krisztus hiába támad fel a halálból azok számára, akik őt nem vallják Istennek. Isten fiának, aki emberré lett, mert ha Krisztus nem Isten, akkor még a föltámadása se segít rajtunk. Akkor ő úgy támad fel, mint Lázár, akinek még egyszer meg kellett halnia. És mit érdekel engem, hogy 2000 évvel valakivel ez megtörténik? Hogy az isteni szeretet kinyilatkoztatása tudjon lenni az ő halála és föltámadása, ehhez fel kell ismerni, ahogy felismerték az asszonyok, mert leborulva imádták őt. Vagy ahogy Tamás azt mondta, én Uram, én Istenem. Ekkor ez kinyilatkoztatás, hogy a szeretet Istentől való, és hogy szeretet az Isten. Ha Jézus csak rabbi, ahogy Mária Magdolna szólította, egy a lelki mesterek közül, egy a világ vallás alapítói közül, talán legvonzóbb tanítás meghirdetője, akkor csak úgy tartozik rám ez az evangéliumi részlet, ahogyan a többi lelki mester, egy Szókratész is szimpatikus. Buddha meditációja ma sokaknak vonzóbb, mint Jézus. És föltámadván, ha ő nem az Isten fia, folytatja tanítását, esetleg kiegészíti, de nem teljesíti be. Pedig a kereszten azt mondta, beteljesedett. Akkor Jézus tanítása, ha ő nem Isten, a názáreti rabbi tanítása csupán, aki esetleg egy próféta a többiek közül, Mohamed és a többiek, az ószövetségiek mellé tehető. Most hallottunk egy részletet Péter apostolnak a pünkösdi beszédjéből, óriási jelentőségű. De ennek a folytatásában és a beszédnek az a csúcspontja, hogy Péter azt mondja, azt a Jézust, Isten, Úrrá és Messiássá tette, akit ti keresztre feszítettetek. A zsidó szájából, hogy Úr, Kyriosz görögül az Isten. Tehát a föltámadásban, mert nem úgy támad föl, mint Lázár, nem jött vissza, hanem egy új állapotba került, kinyilvánult az ő azonossága, amit ő mindig vallott, hogy én és az Atya egy vagyunk. A föltámadásban nyilvánult ki egészen biztosan, hogy Jézusban az Isten emberré lett. Jézus nem csak a fölkent királya messiás, aki uralkodni fog mindörökké, hanem Isten, Kyriosz Úr, aki az Atya jobbján van, és aki a Szent Lelket elküldte. Tehát ő Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, minden ő általa lett. Kedves testvérek, enélkül nem érdemes keresztének lenni.